Köszöntöm Önöket! Folytatjuk a Szabadka környéki védett területek bemutatását, és ezúttal is Szekeres Ottó, a Palis-Ludas közvállalat természetvédelmi őre lesz a segítségemre. Ezúttal viszont hajdújáráson vagyunk, a híres Szúnyog csárdánál, és egészen pontosan a Ludasi-tó partján. És meg is kérdezném akkor vendégemet, hogy mégis mit lehet tudni erről a területről. Valószínűleg sokan nem tudják, hogy ez védett területen helyezkedik el, illetve milyen látnivalók vannak itt. Én szerintem azért már sokan tudják, hogy védett terület, ugyanis elég régóta védett terület, és elég nagy propagandája is van ennek a védett területnek. Ugye már az 50-es években az egyes részei a tónak védelem alá kerültek, és aztán fokozatosan, ahogy így erősödött az ismeret is a tóról, meg a fajokról való ismeretünk, úgy bővültek ki ezek a területek. Aztán ugye a 70-es években még egy nemzetközi védelmet is kapott a tó, mint Ramsári vizes élőhelyek, fontos vizes élőhelyekként nyilván tartott védett terület is. Úgyhogy jelen pillanatban egy első kategóriás országos védettségű területen állunk, aminek a nagysága közel 850 hektár, és abból a védett terület belsejében helyezkedik el a Ludasi-tó, ami gyakorlatilag egy olyan 325 hektár kiterjedtségű most, de valamikor ez nagyobb is volt, úgyhogy, és akkor így lett az a 850 hektár, hogy a tó körül a nedves réteg, a valamikori tónagysága, illetőleg már bővítetten egyes mezőgazdasági területek is beletartoznak a védelembe, tehát így lett 850 hektár ez a tó. Védett területről van szó, de azért nagyon sokan látogatnak el ide. Milyen lehetőségeket kínál a tó és a környéke? Igen, hát elsősorban a védett területek, és nem csak erről a védett területről beszélünk, hanem a többiről is, akkor annak célja egyrészt az, hogy megőrizze a természeti értékeinket, a természeti erőforrásainkat, bármilyen módon. A másik nagy lényeges feladata az, hogy az embereket természetközeli módon tudjuk oktatni, akár természetkímélő mezőgazdasági módszerekre, akár ökogazdálkodásra, akár ökoturisztikára. Úgyhogy ez mind a kettő mi területünkön is megvan. Tóparton vagyunk, elkerülhetetlen, hogy beszéljünk a vízről és annak élővilágáról. Milyen élővilággal rendelkezik ez a tó? A Ludasi-tó még mindig nagyon gazdag, hát elsősorban a madárvilága nagyon jelentős, tehát ha azt mondjuk, hogy az országos 350 faj, ami eddig meg lett figyelve Szerbiából, ennek kb. Kétharmada Ludasi-tavon már meg lett figyelve, kb. 110 fajról beszélünk, ami költ vagy regisztrált költése volt már a területen, illetőleg mondom, hogy olyan közel 240 faj, ami eddig meg lett figyelve, de ehhez azt tudnám javasolni, hogy szálljunk csónakra és nézzük meg vízről ezt az élővilágot, ami ugyan most így nyár végén nem a leggazdagabb képet nyújtja, de azért még mindig azt hiszem, hogy lesz látnivalónk bőven. Hát én akkor most élnék ezzel a lehetőséggel, és akkor szerintem nézzük meg kenuról vagy csónakról ezt a vizet. Jó, csináljuk úgy. Vízre szálltunk, evezőket ragadtunk, kaptam egy távcsövet. Mi az úti cél, miket fogunk itt most látni a vízen? Hát figyelj, ez meglepetés, mert sose tudjuk, hogy mi faj fogunk találkozni. Mint ahogy mondtam, hogy viszonylag sok madárfaj él itt. Csónakázgatunk, aztán meglátjuk, hogy milyen szembe velünk, vagy mire tudunk mi rászaladni. De nyilvánvalóan nem lesz unalmas a napunk. Ebben az időszakban egyébként milyen madarakat figyelhetünk meg? Most mik vendégeskednek? Hát ez a szeptember eleje, ez még mindig bőven a vonulási időszak, tehát gyakorlatilag ilyenkor azért nagyon változatos lehet a terület, annak ellenére, hogy igazán sok madár az majd csak később a koratéli időszakba érkezik, meg ugye nyilván a költésnek most már vége, az itt költő madarak egy része már el is távozott a területről, amelyek korábban kikeltek, de a tél az meg lehozza az északi költő madarakat, főleg elsősorban a vízimadarakra gondolok, mint például a nagylilikek, ugye a lúdfélék, vagy a darvak, vagy más sirályfajok, és akkor több tízezerre fog rúgni majd itt a nagymadaraknak a száma. Azok, akik egyébként most kedvet kapnak így ezek hallatán, és szeretnének valamilyen módon madár megfigyelést végezni, az hogyan tehetik meg? Például szakértő segítségét hívhatják el természetvédelmi őrök személyében? Vagy van-e más lehetőség, program, ami mondjuk a vonuló madarak megismerését szolgálja itt a tavon vagy a környékén? Persze, van több program is, tehát a Ludasi-tavon az országban egyedülállóként zajlik a ludasi gyűrűző tábor, nyilván egy gyűrűző tábor, ahol ami 35 éves múltra tekint vissza, és hát éves szinten olyan 7-8, valamikor 10 000 madarat is gyűrűznek, tehát ebbe a programba is be lehet kapcsolódni, de természetesen vannak olyan programok is, ami a madár megfigyelésekre vonatkozik, tehát több ilyen szervezett program is van, ami vagy civil szervezet szervezésében, vagy a közvállalat szervezésében valósulnak meg, de lehet a védett terület kezelőjénél ugye érdeklődni, illetőleg bejelentkezni ilyen madarásztúrákra, és akkor szakvezetés természetvédelmi őrök kíséretében körbe lehet járni az összes védett területet, és meg lehet figyelni az ott lévő madarakat, és nyilván nem csak madarakat, hanem más egyéb védett, illetve fokozottan védett fajokat is meg lehet figyelni. Emlős, hüllő, kétéltű és különféle rovarfajok is gazdagítják a védett faunát. Ahogy így csónakázgatunk és evezgetünk, azért időről időre az evezünk mellett azért elelúszik egy nagyobb acska-halacska, és azt tudni kell, hogy a zömében ugye ezüstkárász teszi ki a halállomány javát, de azért most már szétszámban megtalálható a ponty is, és elég nagy méretűeket is fognak a horgászok, valamint a csuka, mint ragadozóhal, sügér, az értékesebb halaink pedig még ez mellett a compó, egy viszonylag jó állománya van ott a keleti részén a tónak, illetőleg a Körösér és torkolatánál ott a réti csík még mindig jelen van, ami most már azért elég ritka és védett halfajunk, ugyanúgy, mint ahogy a compó is. Közben megint fölköröz egy barna réti héja a hátunk mögött. Ahogy így most evezünk a Ludasi-tavon, egy szigethez érkezünk meg lassan. Mi a története ennek a szigetnek? A Rúzsa Sándor szigete, vagy Boszorkány sziget, szintén ki hogy nevezi itt a helyi emberkék közül. Ez a második zónában található. És hát az, amit így érdemes jelen pillanatban tudni róla, hogy viszonylag megváltozott az ő természetes vegetációja is a területen, így aztán most ezt is valami úton, módon kezelni kell, mert az elmúlt években olyan szintű invázió jelent meg a területen, hogy nem lehetett kikötni se a szigetre, mert annyira elburjázott a különféle tájidegen növény rajta. Nagyon egyszerű módon próbáltuk megoldani a történetet, ugyanis hát kecskéket engedtünk fel a szigetre, és ez a kecske állomány most így karban tartja a növényvilágot valamilyen úton, módon. Hát akkor kössünk ki és nézzük meg, hogy... Jó, rendben. Hogy mit is csinálnak most a kecskéink. Most akkor ne elvezz egy pillanatra. Jó. Tehát az őrszolgálat időről időre megvizsgálja a területet, és hogyha úgy érzi, hogy kicsit túl van legeltetve, akkor kiszedi a kécskéket a területről, ha pedig igényli a terület a legeltetést, akkor visszahozza a kecskéket, vagy hogyha kevesli az állatmennyiséget, akkor nyilván ezen is tudunk korrigálni, hogy behozunk több kecskét a szigetre, és akkor reményeink szerint, hogyha visszagyöpesedik a terület, akkor már, mint ahogy említettem, arra odafigyelünk azért, hogy a költési idő után kerüljenek be a kecskék a szigetre, tehát hogy a ludaknak, récéknek, amelyek a szigeten költenek, azoknak végigmenjen sikeresen a költése. Aztán már, ha ők kivezetik a kislibákat, kiskacsákat a vízre, onnantól kezdve már bejöhetnek a kecskék, mert a fészkeket már magában nem zavarják. Ha már a legeltetésről ejtettünk szót, és a védelmi sávról, megnézhetjük-e, vagy most lehet-e az a következő állomás, hogy megnézzük ezeket a területeket, illetve a szürke marhákat, a bivajokat, amikről az előbb szót ejtettünk? Persze, megnézhetjük. Javaslom, hogy menjünk el a bivajokhoz először. A bivajoknál látni fogjuk a terület általuk gyakorolt hatását a területre, illetve ott most van egy új kilátó vagy magas lecs, ahonnan jobban betekinthetünk a tóra és környékére. Jó, akkor szerintem evezzünk ki, és akkor legyen ez a következő állomás. Tehát most akkor itt vagyunk annál a kilátónál, ahonnan a bivajokat meg lehet tekinteni, de pontosan helyileg hol vagyunk? Pontosan helyileg a Körösér torkolatánál vagyunk. Tehát a Körösér az itt jön be a hátunk mögött a Ludasi-tóba, és itt helyezkedik el a peres, illetőleg a hátunk mögött már a tó látszik. Mit lehet tudni ezekről a bivajokról, mióta vannak itt, tehát hogyan kerültek ide a tópartra? Gyümölcsöző együttműködés eredménye Kiskunsági Nemzeti Parkból kaptuk a bivajokat, ott már régóta bevált módszer, hogy a élőhelyeket kezelnek bivajokkal, szürkemarhákkal, és mi először a szürkemarhákkal kezdtük, aztán hát a bivaj és a szürkemarha között a nagy különbség az, hogy a bivaj az sokkal jobban bemegy a vizesebb élőhelyekre, tehát sokkal mélyebben bemegy a vizes élőhelyre. Itt látjuk, hogy a körösértők át is ússzák, hogy átkerüljenek erre a területre, és hát bemennek egészen az orruk hegyéig a vízbe, és tudják ezt a nádat ugye a taposásukkal, tiprásukkal, illetve magával a táplái szerzéssel, vagy eszik a nádat, szorítják vissza a nádat, és alakítják ki ezt a zsombékos élőhelyeket. Elsődleges szempontunk az, hogy élőhelyet kezeljünk vele. De amellett igyekszünk odafigyelni a génmegőrzésre is, tehát hogy megőrizzük ezeknek a nemes állatoknak a génjeit. Azon kívül az oktató programokba bele vannak kapcsolva, mert hogy egy tanösvény indul a Szúnyog csárdától, és végig egész ide bivajokig jön ki a tanösvény, meg egy úgynevezett utóbbi időkben elkészült egészségösvény is ezek a területek mellett megy, úgyhogy hogy bárki, aki kijön, kisétál a Ludasi-tó körülnek, itt az északkeleti részén láthatja a szürkemarhákat és bivajokat, és bizony sokan a csodájukra járnak, a fiatalság nem igazán látott már ilyen állatokat. Még érdekes, hogy a nagyszüleik még használták is, többségük használta igavonásra a bivajokat is, meg a szürkéket is tartották, addig ugye most már eltűnt a területről. Közel-kép című műsorunk későbbi adásában a Szabadka környékén található utolsó természetvédelmi területre kalauzoljuk Önöket, a szelevényi puszták világába. A löszös, szikes foltokkal tarkított pusztaság természetvédelmi értékeiről, látnivalóiról tudhatnak meg többet. Tartsanak velünk a későbbiekben is!